1999 óta szervezze a KOD a lányi tudományos diákköri konferenciákat, annak érdekében, hogy az egyetem hallgatói a nagy közönség előtt is be tudják mutatni kutatási témáikat. Az idejében 9 hallgató prezentált a konferencián. Történelmi témák úgy szerepeltek az előadások közt, mint a mesterséges intelligenciával, vagy épp a zöld energiával foglalkozó kutatások. KOD a lányin vannak társadalomtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományi területek, minden terület képviselteti magát. Ami a legizgalmasabb most, hogy 3 tanulmány is, 3 beadott munka is a mesterséges intelligenciával foglalkozik. De van egyébként történettudományi, Gödöllői kastélyhoz kapcsolódó téma, Európai Uniós politikákhoz kapcsolódó téma. Tóth Gabriella angolul prezentált a konferencián. A feltörekvő zöld finanszírozású trendekről szólt az előadása. Mint mondja, azzal, hogy részt vett a mostani TDK-n, 2 legyet üt egy csapásra, hiszen szakdolgozatához is fel tudja majd használni kutatási eredményeit. Ugyanakkor további tanulmányaihoz plusz pontokat is jelent majd a részvétel. Az előny, hogyha tovább tanulni szeretnék, akkor ugye a TDK helyezés ugye plusz pontot ér, illetve ugye a másik szempont, ugye a szakdolgozathoz, ugye ezt is be lehet ugye számítani, még egy kicsit kell rajta dolgozni, átalakítani, és ezután ugye a szakdolgozatnak is ugye be lehet adni. Tehát egy előmunkát tesz le az ember ugye már az asztalra. Azon hallgatók, akik a legérdekesebb vagy legújszerűbb előadásokat tartották a pénteki diákkori konferencián, tovább juthatnak az országos diákkori konferenciára is. Az előadásokat az egyetem valós időben streamelte is, de az egyes témák a későbbiekben is visszakereshetők lesznek a KOD a Lányi János Egyetem online felületein.